A hazai téli zöldségellátásban a külföldről behozott termények aránya most 90-95%. A hideg okozta minőségi és mennyiségi romlás miatt azonban drágák az itthon kapható import zöldségek. Körülbelül egy olyan 100 és 200%-kal növekedtek a fogyasztói zöldségárak az elmúlt év azonos időszakához képest. Ennek az a legfőbb magyarázata, hogy először decemberben az észak-afrikai országokban, itt Marokkó, Tunézia, Jordánia volt egy nagyobb hideghullám, majd januárban, hogy nálunk is, egész Európában a déli országokat érintette, itt gondolok Spanyolországra, Dél-Olaszországra, Szicíliára, valamint Franciaország déli részére. Természetesen az egyes zöldségfajoknál azért ez nem egységesen jelentkezett. Legjobban az úgynevezett levélzöldségeknél jelentkezett, itt gondolok például kiemelném a jégsalátát, karfolyót is ide lehet számolni, ahol borzasztó árak alakultak ki. De a többi melegigényes kultúránál, itt gondolok a paradicsomra, paprikafélékre, cukkínira, uborkára, ott is jelentős áremelkedések következtek be. Igen drága volt az elmúlt napokban a cukkini, a hétvégén még 2000-2200 forintért lehetett 1 kg-ot vásárolni belőle, mellette a brokkolit is magas áron 1800 forint per kilogrammos áron lehetett vásárolni. Már most ahogy enyhült az idő, így esett a brokkolinak is az ára, ami 1200 forint kilója lett, illetve a cukkininek is, ami szintén 1200 forint lett. Hát ez általában ugyanúgy, mint Olaszországban is hideg van, hó van, onnan jön legtöbb ilyen termékünk, és ott is hiány van belőle, ugyanígy a paradicsomból is. Mivel drágultak a zöldségek, a vásárlási kedv valamennyivel visszaesett. A vevők igyekeznek az alacsonyabb áru zöldségeket keresni. Primőr áruk, az nagyon drága. Hát a mi pénzünk köz drága. Én szerintem kicsit drágábbak a zöldségek, mint tavaly. Az eladók szerint a zöldségárak pár hét múlva csökkennek. Szerintem mindenképpen, hogyha magyar áru bejön, változni fog az ára. Mindenképpen. Ha a magyar áru is drága lesz a tavalyi évekhez képest, de viszont az import akkor szerintem vissza fog esni egy kicsit. A termelők az árak és az idő enyhülését is várják, sok zöldségfélét nem tudtak megfelelően átteleltetni. Krumplira is például több mint 3 hét egyfajtába fűtünk, azért annak is drágább lett az ára, nagyon sok fagyos áru lesz ebből kifolyólag most már. Hát zöldségsággrip árak nem változott, hogy karácsony óta egyfajtában annyi az ára. Kettő voltak már drágább árak is, 2000-ben 1500 körül volt egy kiló zöldség ára, most azért 800 forint egy kiló zöldség, tehát ez viszonyítás kérdése. De rengeteg a káposzta, mindenkinek odafagyott, nekünk is ott vannak letakarva, mert mindig ilyenkor át lehetett teletetni a káposztákat, és most sajnos sok mindenkinek odafagyott a zöldségfélék. Az őstermelők a hideg miatt egyelőre nem tudták elkezdeni az ültetéseket, így a palántákra és a friss, már olcsóbb hazai zöldségekre bőven várni kell még.